A magyar királyi 17-es honvéd gyalogezred emléknapja a II. Isonzói csata napjához kötődik. A nagyrészt székesfehérváriakból, környékbeliekből, tolnai és somogyi katonákból álló ezred, miután megjárta a Kárpátokat, harcolt az orosz csapatok ellen. 1915-től az olasz fronton töltött be fontos szerepet, főként Doberdónál és környékén. Mindenféle fedezék, búvóhely nélkül kellett megvédeni állásaikat. Mint Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetségének és Székesfehérvári Szervezetének alelnöke beszédében hangsúlyozta, az utolsó csepp férjükig álltak helyt a katonák 107 évvel ezelőtt. Mire figyelmeztet ez ma? A legfontosabb a béke. Az, hogy a békét meg kell őrizni, az, hogy nem lehetünk abban a helyzetben, hogy megint fedezék, és mindenféle feltétel nélkül kelljen háborút vívni. Második az, hogy igenis figyelmeztet arra a helytállásra, amit a fehérvári katonák, a fehérvári polgárok végeztek. És hát arra is, hogy 107 éven keresztül megőriztük ezt az emléket. Görög István azt is elmondta, a polgári kitartást, hősök előtti főhajtást jelképez az emléknap, amit tovább kell vinni és figyelmezteti a ma civiljeit is. Igenis, mindannyiunknak felelőssége az, hogy a következő nemzedéket is felkészítsük arra, hogy ne feledjünk. Ha elfeledünk, könnyen léphetünk olyan helyzetbe, amit nem kellene. Nagyon fontos az, hogy erre felhívjuk a fiataljaink, felhívjuk a családok figyelmét, akiknek igenis nagy-nagy feladata az, hogy a jövő generációját felkészítsék, és köztük ezt a kis momentumot is elmeséljék. A déli front hőseinek tiszteletére Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata, a közhivatalok, a fegyveres és rendvédelmi szervek, a honvédelmi hagyományokat ápoló szervezetek képviselői és civil emlékezők helyeztek el koszorukat, virágokat az emlékműnél.